Simon Péter vagyok, a Simon cégnek a vezetője. Ez egy családi vállalkozás. 1985-ben alapította édesapám. 5 éve vagyok vezetője a vállalkozásnak. A cégünk műanyag feldolgozással foglalkozik. Több mint 80 darab fröccsöntőgépünk van. Körülbelül 90%-ban az autóipart szolgáljuk ki, és több mint 1 millió alkatrészt gyártunk naponta. Egy autóba, ami a világon el van adva, abból körülbelül 3-4 darab alkatrész mindegyikbe, amilyen ki. Régóta kerülgetjük egymást a Fanuc céggel. Igazából annak volt köszönhető, hogy sikerült együttműködni, hogy nagyon rugalmasan, nagyon dinamikusan és nagyon gyorsan tudtak válaszolni a mi igényeinkre, gépkapacitási problémáinkra. És ami nagyon nagy előny volt másról szemben, hogy az első fröccsöntőgépünket 2 hét alatt le tudták számunkra szállítani, és azért választottuk a Fanucot, mert energiahatékonyságban sokkal, de sokkal jobb volt bárki másnál. Ahogy számoltuk eredetileg a csarnokunkat, körülbelül egy 3-4 darab normál hidraulikus gépet tudtunk volna betenni a meglévő energiasínünkre. Most több mint 10 Fanuc gép megy ugyanazon az energiaoszlopon, és probléma nélkül tudjuk őket üzemeltetni. Jelenleg a gépparkunk a Fanuc gépekből 11 darab gépet számlál, ezek 100-tól 150 tonnáig terjedő záróerővel rendelkeznek, és 18-as csigaméretől 32-es csigaméretig használjuk őket. Sokszor vékony falu termékek gyártására használjuk ezeket a gépeket, melyeknél kimondottan előny a Fanuc gépcsaládnak az, hogy elektromos, mivel az elektromos gépeknek a sajátossága, hogy a szervomotorok azok nyomaték maximumon indulnak és nagyon hamar elérik a megfelelő fröccsöntési sebességet, ezért sokkal könnyebb kitölteni ezeket a vékony falu termékeket. A Fanuc gépeinkhez jelenleg Seplo robotokat alkalmazunk, ezek 3 tengelyes lineár robotok, egyetlen pneumatikus forgatótengellyel. Igazából a gép és robot kommunikáció kimondottan jó, nagyrészt a termék elvételre használjuk őket, illetve Angus elvételre. Így lehetőségünk nyílik az Angusok darálására, illetve a terméket, hogyha egy puha szalagra helyezzük, sokkal kisebb a sérülésnek az esélye. Ezek után is számítunk a Fanuc cégnek a rugalmas hozzáállására, és biztos vagyok benne, hogy az eljátkérések kidolgozása után is hosszú távon mi még fogunk együtt dolgozni az új projekteken is.